Közlekedési baleset történt március 10-én délelőtt a 37-es számú főút Taktaszadai elágazás utáni szakaszán. Az úttest szélén műszaki hiba miatt álló tehergépjárművet figyelmetlenül kerülte ki a Szerencs irányából érkező nyergesfontató, ami az úttest felező vonalánál álló balra kanyarodási szándékát jelző Peugeot-ba rohant. A monstrum a személygépkocsi hátuljának ütközött, az autót a jobboldali vízelvezető árokba lökte. A Peugeot sofőrjét a mentők a Szerencsi rendelőintézetbe szállították, akinek sérülései nem igényeltek orvosi ellátást. A baleset körülményeit a Szerencsi rendőrkapitányság vizsgálja.